Jó estét kívánok! Folytatjuk a hírórát a kiemelő magazinunkkal, amelyben beszámolunk a kórházban működő önkéntes meseolvasó programról. Vendégünk lesz dr. Finta József plébános érseki helynök, aki egy szentföldi zarándoklatról és a Szent 40 napról beszél majd. Végül pedig azt is megtudhatják, hogy hogyan védekezzünk a poloskák ellen. Már is kezdünk! Önkéntesek olvasnak mesét a megyei kórház gyermekosztályán fekvő betegeknek hetente két alkalommal. A délutáni foglalkozások megszervezése több éves múltra tekint vissza. Sötét maradt a képernyő ma délután a megyei kórház gyermekosztályának játszószobájában Kecskeméten. Rajzfilmnézés helyett ugyanis a nem fertőző gyermekek mese délután vettek részt, amely során egy önkéntes olvasott fel nekik korosztályuknak megfelelő történeteket. A kisebbek körében nagy népszerűségnek örvendő Boribon Mackó egyik epizódja után a nagyobbak magyar népmeséket hallgattak meg. Ha nem te, fiam, csillagász, mit látol azon a fa tetején? Nézd meg! Hát látok én egy fészket, egy aranymadár ül benne 5 tojáson. Na lopó, ha te néked ez a mesterséget, lopd el azt az 5 tojást a madár alól, de úgy, hogy észre ne vegye. Mint azt az osztályvezető főorvostól megtudtuk, ezek a rendszeres mesedélutánok immár több éves múltra tekintenek vissza. Ezt a Kereskedelmi és Hitelbank programja keretében indították el ezt a programot, mi nagyon örültünk neki, hogy jönnek hozzánk a meseolvasók. Hát 2015-16 óta járnak gyakorlatilag, és hát azt lehet mondani, hogy most már heti kétszeri alkalommal folyamatosan és rendszeresen történik ez a meseolvasás. Az önkéntes meseolvasók főleg a környékről érkeznek, de arra is volt már példa, hogy Budapestről utazott el városunkba valaki, hogy felolvasson. Sőt, egy alkalommal a gyerekeket egy nyíregyházi írónő is meglátogatta, aki saját meséiből adott ízelítőt. A mai meseolvasónak, Tótné Breuer Anitának szakmájába vág az önkéntes feladat, hiszen hivatását tekintve óvodapedagógus. Ebben az évben, januárban jöttem először, úgyhogy igazából még nem régóta foglalkozom ezzel, és olyan indítatásból, hogy már régóta gondolkoztam, hogy szeretnék valamilyen önkéntes munkát végezni, és mivel óvónő vagyok, így a gyerekek között érzem otthon magam, és ezért gondoltam erre, hogy a meglévő tudásomat itt kamatoztatnám. Az óvónő két hetente jön be mesét olvasni a kórházba, ahol folyamatosan alkalmazkodnia kell a mindig eltérő kórú gyermekek igényeihez. Ahányszor jövök, nyilván mindig más gyerekek vannak, mindig más a korosztály is van, hogy egészen picikék vannak, van, hogy nagyobbak. Ugye ehhez mérten kell megválasztani, hogy milyen mesét olvasok nekik, de megmondom őszintén, hogy volt már olyan alkalom is, hogy tényleg olyan kicsi gyerekek voltak, akik inkább azt élvezték, hogy közösen játszunk. És akkor a meseolvasás az elmaradt, nem akkor egy óra közös játék volt velük. Illetve volt már olyan is, hogy nagyobb gyerekek voltak, fiúk, és akkor velük például Xbox-oztam. Mesét nem csak a játszószobában olvasnak, igény esetén az önkéntesek egyenesen a kórtermekben szórakoztatják a beteg gyermekeket. A program nyilván némi rugalmasságot követel az osztályon dolgozóktól, ám mint megtudtuk, korántsem áthidalhatatlan problémáról van szó. Hát természetesen a higiéniai szabályokat be kell tartani, zárlat idején ez szünetelés esetleg a nagyobb járvány idején, de ettől eltekintve alapvetően természetesen az osztály munkája alakítható úgy, illetve együtt működhetünk természetesen úgy a meseolvasókkal, hogy ez ne okozzon problémát a betegek ellátásában sem, illetve hogy a munka, tehát a gyógyító munka is megfelelően el legyen végezve.
Az 5 éves Konkoli Amirának lefekvéskor otthon szoktak mesét olvasni, kedvenc rajzfilmje pedig a Jégvarázs. Jelenleg az intenzív részlegen ápolják, így ő is a korteremben hallgatta meg ma Bogyó és Babóca egyik történetét. Ez. Még ez is. Ez is tetszik, még ez is. A felolvasás a rajzfilmnézéshez képest teljesen más tapasztalatot jelent a gyermekeknek. A személyes jelenlét interaktívvá teszi a mese befogadását, a meseolvasó vissza tud kérdezni a mesére, meg tudja beszélni a gyermekekkel a hallottakat. Persze az előadásmódon is sok minden múlik. Az élmény teljesen máshogy tudjuk átadni, ugye hanggal, mimikával, az élő szóval, olyan szókincsel, olyan megválasztott mesével, ami az ő életkoruknak megfelel, és azt gondolom, hogy azért az élő mesének, az élő szónak még mindig sokkal nagyobb hatása van a gyerekekre. A csecsemő és gyermekosztályon az önkéntesek a kórház saját könyveiből olvasnak fel. A kötetek számát évről évre gyarapítják azok a könyvcsomagok, amelyeket a Matrix közhasznú alapítvány juttat el a Bács-Kiskun megyei kórháznak. Nemrég ért haza egy zarándok csapat Szentföldről Kecskemétre. Az úton több mint 50-en vettek részt dr. Finta József lelki vezetésével. Ennek és a nemrég indult Szent 40 napnak a kapcsán köszöntöm itt a stúdióban dr. Finta József plébános érseki helynök urat. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Szeretettel üdvözlöm én is a Kecskeméti Televízió nézőit. Szentföldi zarándoklatról érkeztek haza bő egy hete. Hányan voltak, kik vettek részt ezen a zarándoklaton, és mi volt a program? 58-an vettek részt rajtam kívül ezen a zarándoklaton, ami azt jelenti, hogy a maximális létszám, amit egy ilyen csoport betölthet, hiszen ennyien fértünk el a Szentföldi partner iroda buszán, és a résztvevők pedig Kecskemét város híveiből kerültek ki, mindössze 4-en voltak, akik más településről érkeztek, 55-en pedig Kecskemétről. Ez számomra nagy öröm volt, és azért is vállaltam szívesen ennek a zarándoklatnak a vezetését, hogy mint nemrég ide került plébános, így azért elég sok kecskeméti emberrel egy héten keresztül együtt lehettem, kicsit más körülmények között, mint az oltár és padok távolság. Volt ennek a programnak gondolom egy hivatalos része, egy programja, meg volt esetleg egy lelki része, egy lelki tartalma? Alapvetően lelki tartalma volt azért ennek a programnak. Nagyon fontos azt gondolom az időpont is, hogy közvetlenül a nagybőti időszakot megelőző hetekben lehettünk jelen azokon a helyszíneken, amelyekről nagyon sokat hallunk a nagybőti evangéliumokban, a szentmiséken végigjárhattuk Jézus földi életének, születésének, halálának, föltámadásának a helyszíneit. Rendkívül sokat jelent ez egy hívő ember számára, hiszen a mi hitünknek, keresztény vallásunknak a legfőbb személyisége az emberélet, Isten Jézus Krisztus, és az a hely, amelyet most bejártunk, az az ő jelenléte által szentelődött meg. Az élményt nyilván nem lehet átadni, de a teljesség igénye nélkül a helyszíneket soroljuk azért fel, merre jártak. Legelőször, amikor leszálltunk a repülőgéppel, akkor nyilván Tel Avivban szálltunk le, ott átmentünk Jaffába, Tel Aviv óvárosába, ami egy nagyon régi város, a Föld egyik legrégibb városa. Megtekintettük azt a házat, ahol Szent Péter apostol kapta a látomását, hogy a pogányokhoz is forduljon a keresztény hit terjesztésével. Utána elmentünk az ország harmadik legnagyobb városába, Haifába. Haifában felmásztunk a Kármel-hegyre, és a Kármel-hegyen Illés barlangjában, az ott fölötte épült templomban imádkozhattunk, ahol a kármelita rend megalakult. Utána pedig a Genezáreti tó partjára mentünk, ahol Jézus a földi élete nagy részét töltötte, názáretiként. A következő napon körbejártuk a genezáreti tavat, és Jézus földi életének nagyon sok helyszínén megfordultunk, például a kenyér és hal szaporítás helyén Tabgában, azután hajókáztunk is a genezáreti tavon, ahogyan Péter és társai tették az első apostolok meghívásuk előtt, utána a Nyolcboldogság hegyén, ahol a hegyi beszéd elhangzott, szentmisét is mutathattunk be, és imádkoztunk a Nyolcboldogság templomában. Elmentünk Kafarnaumba, ahol Péter apostol lakott, és ahol az első apostolait meghívta Jézus, arra a legtöbb csodáját tette.
eljátogattunk Názáretbe, ahol Szűz Mária az angyel üdvözlet révén értesült arról, hogy Isten őt választotta a Messiás édesanyjául, és ő elfogadta, igent mondott erre a meghívásra. Utána a következő napokban pedig Betlehemben szálltunk meg, ott töltöttünk 4-5 éjszakát, és Jeruzsálemben, illetve Betlehemben tekintettük meg azokat a helyeket, amik a hitünk számára talán legfontosabbak, Jézus születésének helyét, illetve Jézus halálának, föltámadásának helyét, a Szentsír bazilikát. Mennyivel több egy ilyen zarándokút, mint egy kirándulás? Helynök atya vezetésével nyilván volt ennek lelki tartalma, imádságok, szentmisék voltak. Gondolom zömében katolikus hívek voltak. Igen. Talán egy-két olyan hívő volt, aki más felekezethez tartozott, de ők is mindenben szívvel, lélekkel részt vettek. Természetesen mindenhol, ahol Jézus életével kapcsolatos esemény bármi is megtörtént, ott vittem magammal a Bibliából kimásolt éppen aktuális részeket, ott helyszínen felolvastam, ott mi történt, megmutogatva konkrétan azokat a helyeket, ahol ez az esemény megtörtént. Nagyon sokat jelent ez azok számára, akik Jézus életében követendő példát keresnek a maguk számára. Nagyon szépek voltak a szentmiséink Jeruzsálemben, az Olajfák hegyén, illetve a Nyolcboldogság hegyén, a Genezáreti tópartján. Valóban sikerült imádkoznunk a betlehemi barlangban, ez nem minden csoportnak sikerül, sokszor úgy hajtják kifelé a tömeget a nagy sor miatt, de nekünk sikerült ott elénekelni mennyből az angyalt, elimádkozni egy fohászt, számunkra ez nagy élmény volt. Ahogy említette helynök atya, ugye 58-an vettek részt ezen az zarándokúton, tehát látszik, hogy nagy igény van az ilyen jellegű utakra. Lesz még egyébként hasonló út, akár Szentföldre, akár máshova, így kecskeméti szervezésben? Mindenképpen számomra az ismertebb, vagy legismertebb zarándokhely Róma, hiszen évekig tanultam ott, és most már éllelődik egy a kecskeméti főplébánia hívei számára szervezendő római zarándokút. Erre a jövő évben szeretnék sort keríteni, és remélem, hogy ugyanilyen nagy érdeklődésre tart majd számot, de más zarándokutakat is tervezek. Sajnos az időbe, tehát szívesebben mennék többször is, a nagy templom és a főplébánia nagyon sok munkát ad, emiatt egy évben egy, vagy legfőjebb két zarándokutnál több nem fér bele. Másik aktuális témánk, hogy a héten kezdődött hamvazó szerdával a Szent 40 nap, vagy régebbi nevén a Nagybőjt. Először is ezt a terminológiát kicsit tisztázzuk. Mi a különbség a Szent 40 nap és a Nagybőjt között, hiszen ugyanazt jelenti, de mégis kicsit más. Sajnos a magyar nyelv nem a legjobban találta el éppen ennek a szent időszaknak az elnevezéseit. A Nagybőjt kifejezés azt jelenti, vagy legalábbis az jön le azok számára, akik ezt a szót hallják és nem ismerik az igazi tartalmát, hogy nagyon böjtölni kell. A húsvét meg azt jelenti, hogy na akkor végre húst vehetünk magunkhoz, mintha csak az ételtől való tartózkodásról és a végre esedékes és megtartható nagy zabáról szólna ez az egész, pedig egyáltalán nem. Ezért is használjuk szívesebben tényleg a Szent 40 nap kifejezést. Maga ez a 40 napos előkészületi időszak már az ősegyház idejében kialakult, méghozzá az első időkben a katekumenek számára, tehát azon felnőtt emberek számára, akik éveken keresztül a keresztség szentségére és az eukarisztia szentségének a fölvételére készültek, és ebben a 40 napban az előkészület a zenitjére ért. Tehát ilyenkor valóban lemondással, áldozatvállalással is, több imádsággal és komoly lelki programokkal készült a húsvétkor bekövetkezett keresztelése és áldozásra. Ezt terjesztette aztán ki idővel az egyház egész keresztény közösségre. Tehát a Szent 40 napnak a tartalma az nem csak a böjt és a lemondás és önfeláldozás, hanem a több imádság, a mélyebb közösség Istennel és egymással, tehát a szeretet gyakorlatának, a szeretet gyakorlásának egy intenzív időszaka ez. Milyen parancsok vonatkoznak egyébként erre az időszakra, így a katolikus egyházban, és milyen állomásai, milyen jeles napjai vannak ennek a Szent 40 napnak? Az előírások, a kötelező előírások most már meglehetősen szűkre lettek szabva a II. Vatikáni zsinat óta. Gyakorlatilag két szigorú böjti nap van, a hamvazó szerda, a nagybőjt első napja, illetve a nagypéntek, a húsvét előtti péntek, amikor háromszor szabad étkezni egy felnőtt keresztény embernek, és abból csak egyszer jól lakni, illetve húst nem szabad fogyasztani. A hústilalom ugyanígy
jelen van a többi pénteken is Nagybőjtben, tehát a nagybőjti péntekeken a katolikus emberek nem fogyasztanak húst. De az egyház nem azért lazított úgymond a bőjti fegyelmen, mert nem akarja komolyan venni az önfeláldozást vagy a lemondást, hanem azért, mert ennek sokféle más módja is van. Régen, nem is olyan régen, még 100 évvel ezelőtt is akár, az emberek nagy része az életideje legnagyobb részét a mindennapi betevőnek a megszerzésére fordította bizony, és nem volt annyi minden érdekes és színes dolog az életében, mint napjainkban. Ma azért a lemondást lehet gyakorolni, akár épp azáltal is, hogy kevesebbet internetezünk, kevesebbet használjuk az okostelefonunkat, lehet gyakorolni azáltal, hogy az étkezésben nem csak a húsról, hanem valami másról, ami talán fontosabb valaki számára le tud mondani, vagy pedig kevésbé részesül belőle. És bizony lehet abban is spórolni, hogy az ember az idejét kicsit idegszik felszabadítani embertársai számára. Tehát a rohanásban egy picit fékez, és jobban odafigyel azokra, akik között él. Mi lehet az értelme az ilyen lemondásoknak? Két fontos dolog az, ami a lemondásnak értelmet adhat. Az egyik a szabadság. Tehát megtapasztalni azt, hogy valamitől, ami túlságosan fontossá vált számomra, pedig nem annyira fontos, túlságosan sok időmet, pénzemet elviszi, pedig egyáltalán nem annyira tartozik a lényeghez, tudok szabad lenni. Tehát képes vagyok a szabadságomat megélni valamivel szemben, valamilyen anyagi dologgal szemben, ami nagyon eluralkodott az életemen. Ez egy komoly élmény az ember számára, lelki élmény, amikor ezt a szabadságot megtapasztalja. A másik pedig, hogy amiről lemondok, amit felszabadítok, legyen az akár pénz, akár idő, ezt szeretetből oda tudom adni másnak. Tehát nem Istennek van szüksége a mi lemondásainkra, hanem nekünk, saját magunknak szabadság átélése miatt, és embertársainknak, akiket gazdagítani tudunk azzal, amiről mi lemondtunk. Helynök atya, én nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, és kívánok még sok-sok szép zarándokutat. Köszönöm szépen. Egyre több poloskával találkozhatunk a lakásokban. Mivel itt a tavasz, ezért újra ellephetik a lakásokat a téli álomból felébredő poloskák. Bár ezek a poloskafajok nem ártalmasak az emberre, sok bosszúságot okoznak. A meleg miatt elkezdődött a poloska invázió, ezek a rovarok sokak életét megkeserítik, kellemetlen szagukkal, valamint tömeges jelenlétükkel. De vajon vannak-e káros hatásai, és hogyan lehet védekezni ellenük? Ezekre a kérdésekre a következő percekben Ágoston Jánostól fogjuk megkapni a választ. Üdvözlöm, kezdjük először azzal, hogy azért néhány éve nem volt ennyi poloska, mi az oka annak, hogy most ennyire elszaporodtak? Valóban így van, ezek a poloskák 5 éve jelentek meg az országban, Ázsiából érkeztek, és nagyon jól érzik magukat a magyar körülmények között, kiválóan szaporodnak, és ahogy ön is mondta korábban, a bűzmirigyükből kijelenő váladék miatt a ragadozók nem szeretnek ezzel a jószággal táplálkozni. Miért húzódnak be a lakásokba? Ugye én is észlelem a saját otthonomban, hogy a függönyök, az ablakok tele vannak ezekkel a rovarokkal. Ezek az állatok telelni szeretnének a lakásban, teljesen télállóak egyébként magyar körülmények között, de védett helyet keresnek maguknak, így biztosítják számukra azt, hogy minél többen át tudjanak telelni, és következő évben még gyorsabban tudjanak szaporodni. Meddig tart ez az invázió? Ugye említettem, hogy most már elkezdődött, meddig tart, és mikor a legintenzívebb a jelenlétük? Ezek a poloskák leginkább olyan 20-25 fok körül mozognak a legintenzívebben, alacsonyabb hőmérsékleten téli álomba vonulnak, tehát 12 fok alatt nem találkozhatunk ezzel az élőlénnyel, illetve 35 fok fölött sem érzik jól magukat, tehát ez a 20 fok körüli hőmérséklet, ahol mi is jól érezzük magunkat, ilyenkor kell számítani arra, hogy nagyon sok állat fog ki, illetve berepülni a lakásokba. És hát a kezében tart egy pár már döglött egyedet. Beszéljünk egy kicsit arról, miközben megmutatja ezt a kamerának ezt a talált rovar csoportot, hogy milyen károkat okozhatnak ez az emberekre, van-e valamilyen káros hatása, vagy a földeken bármilyen problémát okoznak-e? Igen, tehát ez az állat, amit itt a kezemben is tartok, erről lenne szó, ez az ázsiai márvány poloska, ez az, ami néhány évvel ezelőtt betelepült, ez az emberekre abszolút veszélytelen, kizárólag növényekkel táplálkozik, és sajnos elég sok gondot okoz nekünk kertészeknek és mezőgazdászoknak. Megszivogatják a gyümölcsöket, a virágokat, tehát paradicsomon, paprikán, karós babon,
almán, körtén sokszor találkozhatunk ezzel az élőlénnyel, és itt bizony károkat okoz. Szerencsére a kertészek, illetve a mezőgazdaszok számára rendelkezésre állnak növényvédőszerek, amiket felelősen használva kiváló minőségű termést tudnak betakarítani. A lakásokban kicsit nehezebb az ellenük való védekezés. Ez egy nagyon méretű állat, de azért a légyirtószerek működnek ellenük, tehát ezeket lehet otthon használni. Arra azért számítsunk, hogy mivel vastag, kitines az állat, többször kell alkalmazni ezeket a rovarölőszereket a lakásban, és főként az ablakok környékén, az ajtóknál, az ilyen résekben bújnak meg, és ilyenkor a melegebb idővel onnan bújnak elő ezek a jószágok. Ágoston Jánosnak köszönöm szépen, és mint hallottuk, kimondottan nincsen bevált módszer arra, hogy írtsuk ezeket a poloskákat, de a lakásunkban jó védekezési módszer lehet a fénycsapda, valamint az Ágoston János által említett légyirtószerrel való körbefújás is. A kiemelőben minden nap egy-egy tematikus műsorral várjuk Önöket. Ma a Paletta magazinunkat láthatják, amelyben hétvégi programokat ajánlunk. Üdvözlöm Önöket, ez a Paletta, a Kecskeméti Televízió programajánló műsora. A hétvégén rendezik az Univer 24 az úszás ünnepét, de koncert és filmajánlóval is jelentkezünk. Tartsanak velünk! Immáron 5. alkalommal rendezik az Univer 24, az úszás ünnepe 24 órás úszóversenyt a Kecskeméti fürdőben. Eddig több mint 2700-an regisztráltak az eseményre. Idén is több ezer diák és civil csapatok több száz versenyzője vesz részt az úszás ünnepén. Az Univer 24-en egy időben és egy medencében a hosszú távúszók 24 órán keresztül úsznak az egynapos úszás teljesítménypróbák szabályai szerint. Ez idő alatt több száz úszó egymást követően legalább 100-100 métert úszik. Az esemény díszvendége idén is Hosszú Katinka lesz, aki indítja a versenyt. A rendezvény szombaton 11 órakor kezdődik, és vasárnap 11 óráig tart a Kecskeméti fürdő 50 méteres medencéjében. Március 8-án pénteken 21 órától éjszakai fürdőzésre várják a tavaszi csobbanásra vágyókat a Kecskeméti fürdőbe, ahol a legjobb zenékre lubickolhatnak és bulizhatnak. Ezúttal is több medence várja a látogatókat. Nyitva lesznek a bel- és kültéri élménymedencék, a jacuzzik és csúszdák, valamint a benti termálmedence és a 25 méteres medence is. Hétvégén bábos gyermekelőadás családi bábszínház lesz a Híres Agóra ifjúsági otthonban. Szombaton 16 órától 3 éves kortól bábjátékra, dalokra, mondókákra és bábkészítésre várják a gyermekeket. Ezúttal a Világ szép kecskebéka előadására kerül sor. A játszóházat vezeti Szirtes Józsefné, közreműködnek a Vándorbót báboskör tagjai és a Kertvárosi Általános Iskola bábosai. A belépés gyermekeknek 700 forint, a felnőtteknek 950 forint. Jövő hét hétfőn kezdődik a tavaszi fesztivál. Ennek alkalmával a világ egyik legnépszerűbb és legünnepeltebb énekegyütteseinek egyike, az angol King Singers lép fel a Híres Agóra kulturális központban, amely éppen tavaly ünnepelte alapításának 50. évfordulóját. Sikerük titka a tökéletes hangi és zenei felkészültség, a fantasztikus zenei változatosság és a tökéletes előadásmód, nem beszélve az egyedülálló brit humorral és sármal előadott műsoraikról. Repertoárjuk akkor a középkortól egészen napjaink zenéjéig terjed. Az 50 év alatt a tagok ugyan cserélődtek, de a színvonal és a népszerűség töretlen maradt. A koncert március 11-én hétfőn 19 órakor kezdődik. Erre állomáshozott egy csapat. Az öcsémet keresem, Maguro Antalt, ő is köztük szolgál.
1849-ben a világosi fegyverletétel után sokan még nem tudják, hogy a szabadságharc elbukott. Barnabás korábban megszökött a sorozás elől, az öccse vonult be helyette. Csak most a vereség után csatlakozik a 10-20 éves erdőben bujkáló gerillákhoz. A bűntudattól hajtott fiú bízik benne, hogy hazaviheti a testvérét, de egy hazugsága folytán besorozzák, így maradnia kell. Közel kerül egy lányhoz, aki a sebesülteket ápolja, és akibe az öccse szerelmes. Ez tovább szítja a fivérek közötti ellentéteket. Barnabásnak hamarosan olyan döntéseket kell hoznia, amelyeknek egyre súlyosabb következményei lesznek. A rövid filmjeivel többek között Berlinben is sikereket elérő Kárpáti György Mór első nagyjátékfilmje a Guerilla hiteles korrajz. A film készítőinek célja, hogy a historizáló szemlélet helyett a közeli perspektíva használatával mutassák meg az 1848-49-es időszak hangulatát, az ismeretlen hősök néhány napját az erdő mélyén. A filmet péntektől vasárnapig vetítik 18 órától az Otthon moziban. Megye 2-es labdarúgóink megkezdik a bajnokság tavaszi szezonját, de férfi kosarasaink és női kézilabdásaink is itthon játszanak a hétvégén. Múlt héten a KTL Dunaszfalt szoros csatában maradt alul a Jászberény ellen hazai pályán. Ezzel visszacsúszott a tabella 8. helyére. Az NB1 csoport 21. fordulójában a Kecskemét a sereghajtó Szerkó TF Budapest csapatát fogadja. A fővárosi klub sokat erősödött a tél folyamán, legutóbbi meccsén pedig a tabella második körmendet szorongatta meg. Azonban 20 fordulót követően két győzelemmel és 18 vereséggel a tabella utolsó helyén áll a TF. A pénteki mérkőzést 18 órakor rendezik a Messzi István sportcsarnokban. A Kecskeméti NKS múlt héten két gólos győzelmet aratott a Szeged ellen. Csapatunk jelenleg a tabella 5. helyén áll 8 győzelemmel, 2 döntetlennel és 4 vereséggel. A női kézilabda NB1B keleti csoport 15. fordulójában a tabella 2. helyén álló Szent Istvános ellen személyeink ellenfele. A fővárosi klubnak 11 győzelme, 1 döntetlene és 2 veresége van a bajnokságban. A Kecskeméti klub szeretné megtartani a tavaszi szezonbeli jó sorozatát, így csapatunk számára a cél mindenképp a győzelem. A mérkőzés szombaton 17 órakor lesz a Messzi István sportcsarnokban. Menjen ki a szabadidőközpontba egy kardiós, tempós sétára. A tavak és a csatorna mentén róhatják a köröket, mindenki a saját tempójában. A nagyjából 75 perces séta elején bemelegítéssel és a végén nyújtással várnak a szervezők. Gyülekező a bejáratnál induláspontban 8-kor. A séta idejére, mivel mindenkinek más tempó esik jól, várhatóan a társaság szétszéled. Válasszon olyan tempót, ami megemeli a pulzusát. Aki pedig úgy érzi, hogy maradt még energiája és kedve, az maradhat a kocogós részre. Ugyanazt a távot, amit lesétáltak, a második felvonásban lekocoghatják, vagy le is sétálhatják. Az esemény ingyenes, a szabadidőparkba a belépő 100 forint. Vasárnap megkezdi a bajnokságot megye 2-es labdarúgó csapataink. A KHTK második csapata elleni edző mérkőzéssel zárta felkészülését pénteken a Kecskeméti LC megye 2-es felnőtt csapata. A félegyháziak ugyanezúttal jobbnak bizonyultak, de összességében pozitív mérleggel zárta a munkát Bende Csaba együttese, akiknek a sikeres bajnoki rajta cél. Csapatunk remekül szerepelt az őszi szezonban, így a második helyről várhatja a folytatást, miután 13 mérkőzésen 9-szer győzött, 3 döntetlen és 1 vereség mellett. 30 pontjával mindössze 2 egységnyivel van lemaradva az Éllovas Kerekegyházától. A megye 2-es bajnokság 16. fordulójában a tabella 6. helyén álló Lakitelekkel mérkőzik csapatunk. A meccs vasárnap 14:30 lesz a Széktói stadion műfüves pályáján. A KLC-vel egy időben lép pályára másik megye 2-es csapatunk is. Az SC Hírösép az őszi szezont szintén a dobogón zárta. 7 győzelem, 4 döntetlen és 2 vereség a mérlege, 25 pontjával a 3. helyen áll csapatunk. A soron következő fordulóban a Pálmonostorával méri összerejét a Kecskemét. Ellenfelünk 4 győzelmével, 1 döntetlennyével és 8 vereségével 13 pontos. A tabella 11. helyén áll.
A Pálmon ostora elleni mérkőzés 2:30-kor kezdődik a Műkertvárosi Sportcentrumban. Múlt héten megkezdte a férfi futsal MB2 keleti csoport felsőházában a szereplést a Szkorgol Kecskeméti Futsal Klub. A bajnokság első fordulójában az FTC ellen léptek pályára a miaink. Csapatunk 6-1-es vereséget szenvedett az Éllovas Ferencvárostól, és visszaesett a dobogó harmadik fokára a karttal mögé. A második fordulóban a Gyöngyöst fogadja csapatunk, akik szintén vereséggel zárták az első fordulót, így a 6. helyen állnak. Csapatunknak kötelező a győzelem, ha a bajnokság végén a dobogón szeretnének végezni. A felsőházi mérkőzés hétfőn 20 órakor kezdődik a Messzi István sportcsarnokban. Ennyi volt már a paletta, remélem, hogy találtak maguknak kedvező programot. Találkozunk jövő héten is, viszontlátásra! A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Gála műsorral ünnepelték meg szerdán a Gáspár András szakgimnázium és szakközépiskola 135 éves fennállását. Az intézmény múltját az iskola munkatársai több érdekes programmal mutatták be. Rekordot állítottak föl a kecskeméti nők a domb megmászásával, 150 hölgy ment fel a Benkó Zoltán szabadidőközpontban Kecskemét legmagasabb pontjára. Fokozott ellenőrzést rendelt el az országos rendőrkapitány megyénkben. Kifejezetten hosszú, 7 hónapos időszakban találkozhatunk több rendőrrel Bács-Kiskun, Csongrád, Békés és Baranya megyékben. Kecskemét egyik legnagyobb élelmiszeripari cégének vezetőjét, Szarka Balást hívták meg szerda délután az MKT Business legújabb előadására a Neumann János Egyetemen. A cégvezető előadásában hangsúlyozta, hogy a folyamatos innovációt tartja a legfontosabbnak. Fordulópont következett be tegnap a Stádium utcai társasház ügyében. A tegnapi közgyűlésen ugyanis egyhangulag leváltották az eddigi közös képviselőt, akinek 30 napja van, hogy elszámoljon a bevételekkel és kiadásokkal. Mivel itt a tavasz, újra ellephetik a lakásokat a téli álomból felébredő poloskák. Bár ezek a poloskafajok nem ártalmasak az emberre, sok bosszúságot okoz az általuk kibocsátott kellemetlen szag. Kedves nézőink, a hírórával legközelebb holnap este várjuk Önöket 7-től 8 óráig. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel számolunk minden nap. Kiemelő magazinunkat a kecskemétitv.hu weboldalon bármikor ismét megtekinthetik. Tartsanak velünk akkor is, én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét, viszontlátásra!